A forduló előtt második helyen álló Kisvárda abban a tudatban lépett pályára az 5. mezőköves otthonában, hogy győzelme esetén megelőzi a Debrecenben botló Ferencvárost. Erős Gábor azt kérte játékosaitól, hogy ne nyomásként, hanem lehetőségként éljék meg a helyzetet, próbálják élvezni a futballt. Így is történt, az első félidő eseménytelensége után a második játékrészben Prenga és Mesenovics is bevette a kövesdi kaput, így a Kisvárda újabb 3 ponttal gazdagodott és fellépett a tabella első helyére. Ezt a meccset, ezt tudtuk, hogy egy kicsit másabb lesz, mint akár a múlt heti, vagy a 2 héttel ezelőtti MTK mérkőzés. Tudtuk azt, hogy a vezetőköves zártabban fog játszani, és nem is akartuk nekik megadni azt a lehetőséget, hogy esetleg a mi labdavesztésünk után, amiben nagyon jók a gyors átmenetből, ugye kontra játékkal gólt tudjanak lőni. Nem is emlékszem őszintén leszek, hogy alakult volna ki a mezőköves részéről helyzet. A mérkőzés folyamán komoly helyzet, amiről tudunk beszélni, hogy akár a Dávidnak kellett volna beavatkozni egy bravúrral, vagy esetleg egy olyan helyzetről beszélünk, amit kihagytak volna. Tehát nagyon zártan játszottunk, nagyon fegyelmezetten játszottunk, és ennek az eredménye lett a győzelem. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Gyirmút 3-0, Budapest Honvéd Zalaegerszeg 2-2, MTK Budapest Molfehérvár FC 0-2, Újpest Paks 4-3 és DVSC Ferencváros 2-0. A tabella élén a Kisvárda áll 33 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 32 pontos Ferencvárost és a 30 pontos Puskás Akadémiát. A Kisvárda az év utolsó meccsén a Puskás Akadémiát fogadja. Erős Gábor abban bízik, hogy folytatni tudják győzelmi sorozatukat. Ezt a meccset, ezt tudtuk, hogy egy kicsit másabb lesz, mint akár a múlt heti, vagy a 2 héttel ezelőtti MTK mérkőzés. Tudtuk azt, hogy a vezetőköves zártabban fog játszani, és nem is akartuk nekik megadni azt a lehetőséget, hogy esetleg a mi labdavesztésünk után, amiben nagyon jók a gyors átmenetből, ugye kontra játékkal gólt tudjanak lőni. Nem is emlékszem őszintén leszek, hogy alakult volna ki a mezőköves részéről helyzet. A mérkőzés folyamán komoly helyzet, amiről tudunk beszélni, hogy akár a Dávidnak kellett volna beavatkozni egy bravúrral, vagy esetleg egy olyan helyzetről beszélünk, amit kihagytak volna. Tehát nagyon zártan játszottunk, nagyon fegyelmezetten játszottunk, és ennek az eredménye lett a győzelem. A Kisvárda Masterwood Puskás Akadémia mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Várkerti stadionban.